Ebben a mostani videóban a pajzsmirigy túlműködésről lesz szó, olyan természetes megoldásokról, amelyek segítenek a probléma tüneteinek csökkentésében. Üdvözöllek itt Juhéj Szabolcs Zoárt! A pajzsmirigy túlműködés esetén a testünk túl sok pajzsmirigy hormont termel, és lényegében az történik, hogy felgyorsulnak a folyamatok, az anyagcsere, gyorsabban történik minden, sokkal több tápanyagot, vitamint, ásványanyagot használ fel a tested egy nap alatt, mint általában. A pajzsmirigy túlműködésnek több oka lehet, tehát több fajtája van. Először is van a Graves-Basedow-kór, egy autoimmun pajzsmirigy betegség, mely során a pajzsmirigy fokozott aktivitásával összefüggésben a pajzsmirigy megnagyobbodik. Ezen belül is van olyan variáció, amikor egy göb alakul ki itt a pajzsmirigy körül. A második pajzsmirigy túlműködési forma az egyszerűen csak gyulladások következtében jelentkezik, tehát gyulladások alakulnak ki a pajzsmirigynél és vele összefüggésben. A harmadik túlműködési eset a túl sok jód bevitelétől jelentkezhet, mivel a jód az egyik legfontosabb mikrotápanyag a pajzsmirigy hormonok működésében, ugye a T4 és a T3 pajzsmirigy hormonok neveiben a számok a bennük lévő jódatomok számát jelenti. A pajzsmirigy túlműködésre utal a gyors súlyvesztés, a szívdobogási érzet, a gyors pulzus változások, a szorongás, a melegség érzete a testben mindenhol, illetve ha állandóan felpörögve érzed magadat. Előre haladott állapotban a kidületezett szem is tipikus jelenség. Az első lényeges lépés a problémát serkentő ételek és hatóanyagok kizárása a táplálkozásunkból, ilyenek először is a lektinek. Ezek olyan fehérjék, amelyeket a növények azért termelnek, hogy védekezzenek a kártékony rovarokkal, bogarakkal szemben. A legmagasabb lektin tartalmú ételek a burgonya, a paradicsom, a hüvelyesek, bab, borsó, a rizs és a mogyoró. Ha pajzsmirigy túlműködésed van, nézd jobban utána a lektineknek, hogy mik ezek és hogy hogyan működnek. A második a glutén, mely ugyancsak a lektinek csoportjába sorolható, és főként a gabonaételekben található meg, búza, árpa, rozs. A harmadik pedig a jód, ami jellemzően ritkán fordul elő nagy mennyiségben a hazai ételekben, de például egyes tengeri ételeknek magas a jód tartalma. A következő, amivel csökkentheted a tüneteket túlműködő pajzsmirigy esetén, az az időszakos böjtölés, azaz a kevesebbszeri evés. Az időszakos böjtölés lényege, hogy naponta csak egy vagy kettő alkalommal eszel, és az étkezések között nem nasizol, és nem iszol magas szénhidrát tartalmú italokat sem. Nem kevesebbet eszel egy adott nap során, hanem az elfogyasztott ételek mennyiséget sűríted egy vagy kettő alkalomra. Az időszakos böjtölésnek gyulladáscsökkentő hatása van, illetve beindítja az autofágiát. Az autofágia felfedezéséért 2016-ban Nobel-díjat kaptak a jelenséget felfedező japán kutatók. A jelenség lényege, hogyha nem eszünk hosszabb ideig, a testünkben automatikusan beindulnak olyan folyamatok, amelyek következtében a sérült, hibás sejtek távoznak a testünkből, és helyettük új sejtek jönnek létre. A harmadik a B1 vitamin, mely elsősorban a pajzsmirigy túlműködés során jelentkező szívműködéssel kapcsolatos negatív tünetek csökkentésében tud segíteni. Amikor túl van pörögve a pajzsmirigy, megnő a testünkben a B1 vitamin szükséglet, azért mert a B1 kulcsszerepet játszik a sejtjeink energiatermelésében. Tehát a B1 hiánya miatt jelentkeznek az olyan tünetek ilyenkor, mint a szívelégtelenség, illetve a szabálytalan vagy szokatlanul gyors pulzus. A B1 tudatos pótlásával mérsékelhetők ezek a tünetek. A B1-nek egyik legjobb forrása a sörélesztő, amit tabletta vagy porformában tudsz bevinni napi rendszerességgel. Sokat segítenek a keresztes virágú zöldségek is a probléma megszüntetésében. Leveles kell, brokkoli, bordás kell, kelbimbó, káposzta, karfiol és mások. A zöldek ebben az esetben elsősorban azért jók, mert tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek mérséklik a pajzsmirigy hormonok termelődését, illetve csökkentik a jód felszívódását is. Itt fontos megjegyezni még egyszer azt, hogy pajzsmirigy túlműködés esetén semmiképpen se vigyünk be jódot, akár tabletta, akár mikroalgákon keresztül, például kelpalgával, illetve olyan készítményeket sem ajánlott szedni, amelyek az epe és a máj működését serkentik, ugyanis ezek a szerveink kulcsszerepet játszanak a T4 pajzsmirigy hormon T3-má alakításában. Negyediknek a
gyógynövények és mikrotápanyagok közül csökkentik a tüneteket az L-karnitin, a citromfű és a zöld tea kivonata, az, amelyikben nincs koffein. A koffeint ugye ugyanis fontos teljesen elhagyni pajzsmirigy túlműködésnél. Az L-karnitin étrendkiegészítő formában pótolható elsősorban, és egyes esetekben csökkentheti a pajzsmirigy aktivitását, tehát nem fog annyit dolgozni. A citromfűvet be lehet vinni cseppek formájában, például illóolajként, étrendkiegészítő formában és teaként is. Fontos, hogy jó minőségű készítményt alkalmazzunk, mely koncentráltan tartalmazza a citromfű hatóanyagait. A citromfűben lévő anyagok különösen autoimmun hátterű túlműködés esetén a TSH hormon receptorait gátolják abban, hogy a pajzsmirigyhez kapcsolódjanak. Az ötödik lépésben a tudatos stressz csökkentéssel és a rendszeres mozgással is javíthatunk a helyzeten. A kardioedzések hatására futás, úszás, ki tudjuk izzadni a stressz hormonokat, így végső soron stressz csökkentünk, miközben energiát adunk le, tehát energiát égetünk el, illetve edzésben tartjuk a szívünket. Tehát több legyet lehet vele ütni egy csapásra. A stressz visszaszorítása minden autoimmun betegség esetén kulcsfontossága. Erről készítettem korábban egy videót, keresd rá a keresőben. És hatodiknak fontos az energiapótlásra is odafigyelni, a fehérjék és zsírok bevitelére, tehát arra, hogy legyen elegendő jó minőségű energiaforrás a testben mindig, mivel a pajzsmirigy túlműködés állapotában olyan, mintha ugye folyamatosan maratont futnál, vagy súlyemelő versenyen lennél. A legjobb ételek a kókuszolaj, a mangalica szalonna, tiszta marhahúsok, avokádó, húsleveslé, vaj, gyívaj, olívaolaj és a hagyományos módon érlelt sajtok. Pajzsmirigy túlműködésnél fontos elhagyni a glutént, a finomított szénhidrátokat, a dohányzást, a koffeint, a jódot és a szója ételeket is. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel a csatornára, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!